Welcome, dear committee. My name is Minashi Choba, and I would like to introduce you to our car rental project called Drop My Ride. Our goal was to create a car rental website where you can search for a lot of parameters, but easily. Users can search and book vehicles. They can also manage their books. Admins can handle payments, damages, users, and vehicle data. We structured our program with MVC and OOP approaches. The communication between the client and the server side is proved by the REST API. To build a project, we use the Laravel framework, which comes with the PHP and MySQL management basics to the backend, and Blade templates to the frontend. On the frontend, we use JavaScript with the jQuery library and CSS with Flexbox and Grid technologies. Together with our team members, we designed the features, wireframes, design guidelines, and so on, the database plan. According to our plans, the database would have been able to handle documents and environments needed to identify a user. Those were taken out of the project due to time constraint. Our team has 3 members, all full-stack developers. We worked a lot and helped each other even if only written advice. The following people performed the following tasks. Ilesh Laila managed and displayed users and reservations in the administration interface. Hetz Claudia managed and displayed vehicles data in the administration interface, made the user authentication, registration, and transfer of logged-in user data into the client side. I personally listed the vehicles, filled in the search field with valid data, and calculated vehicle discounts, totals, payments, damages, as well I made the necessary models, controller, APIs, JavaScript classes with error handling for it. When you open the site and you logged in, you will see the dashboard, which is the welcome blade. You can see your books. Click on the Vogelaarschein and your books will come up, as you can see here. You can switch to the Yarmy Wing, where you can see all of the car on the site, which is available, not in the time, but by the status. You can see your own profile. You can simply search from the dashboard for 2 specific dates, which you can give in. You can choose, let's say, you want a Ford and the Mustang model. If you click on the search, you will redirect to Yarmy Találati Lista, where you can see all the Ford Mustang on the page. If you click on the Vogelaarschein, you can choose the date again. This will be validated by the controller in the server. You have to choose a take-up time and a put-down time. You can see the daily prices and the total, such as well the discount, which is automatically applied if you choose a longer term. Press the Vogelaarschein. Here you can see your new book. You can see every details from it, and you can cancel too. On the admin side, you can pay in for the rent. Let's say the total price 38,000. The paid in is 0 and the remaining is 38,000. You can make a payment. Let's say paid all 38,000 and the paying reason is remaining. Let's press the total. And we paid out the car. The remaining is 0, the paid in is 38,000. If you use negative number, let's say minus 10,000, and the reason is crash, because you crashed your car, and you press the total, the end price will 48,000, and the remaining is 10,000.
Üdv, tisztelt bizottság! Az én nevem Ménesi Csaba, és a Drop My Ride autókölcsönző programon dolgoztam. Témaválasztásunk egy több telephelyes autókölcsönző weboldal, ahol összetett keresési feltételekkel lehet járműveket keresni, ám mégis egyszerűen kezelhető. Az általános felhasználók kereshetnek járművek között, lefoglalhatják azokat is, kezelhetik foglalásaikat. Míg az adminok kezelhetnek befizetéseket, károkozást, foglalások lemondását, felhasználók adatait és járművek adatait. A programot szerver oldalon, MVC, kliens oldalon OOP irányelvek alapján struktúráltuk. A kettő közti kapcsolatot pedig a REST API biztosítja. Szerver oldalon a Laravel framework-öt használtuk, mely PHP-t és MySQL-t használ backenden, valamint bridge sablonokat frontenden. Full stack web alkalmazások fejlesztéséhez készült. Frontenden HTML, CSS és jégfelét használtunk, valamint minimálisan Bootstrap-et. Az oldal készítését közös tervezéssel kezdtük, mely magába foglalta a funkciók tervezését, drótfázak elkészítését, dizájnirányelveket, adatbázis tervezetet és a feladatok megtervezését, valamint felosztását. Adatbázis első tervezete biztosított volna a felhasználókhoz egy külön dokumentumtáblát, eltárolásához szükséges dokumentumok képeit tartalmazta volna, ez kikerült az adatbázisből időszűke miatt. Valamint tartalmazott volna egy értékelés táblát, melyben az autók és foglalások értékeléseit is eltároltuk volna. Szintén időhiánya miatt ez kikerült a végleges programból. Fejlesztő csapatunk 3 főből állt, mind full stack feladatot láttunk el. Rengeteget dolgoztunk közösen, egy-egy felületen, segítve egymást, még ha csak tanással is. A teljesség igénye nélkül például illési állal foglalkozott, a felhasználók adatainak kezelésével és listázásával, valamint a foglalások kezeléseivel, listázásaival az admin felületen. Továbbá felhasználó profil módosításával, ezen felül a header komponenst, foglalásaim, feltételek oldalakat is ő hozta létre. Hetz Claudia a járművek adatainak kezelését és listázását valósította meg az admin felületen. A felhasználók autentikációját, regisztrációját és bejelentkezett felhasználók adatainak Blade sablonokra közvetítését végezte. Valamint a navigációs komponenst, az összes jármű találati oldalt valósította meg. Továbbá statisztikákat jelentett meg az admin felületen. Rengeteget dolgoztak ezen, mivel ezek mind komplex feladatok voltak. Én személy szerint a járművek keresését, listázását, kereső valós adatokkal történő feltöltését, járművek foglalását, befizetéseket, károkozások kezelését valósítottam meg, továbbá a kedvezmények és végösszegek kalkulálását, valamint a program responsív szerkezetének alapjait valósítottam meg. Továbbá elkészítettem a footer, kereső, foglalásablak komponenseket, valamint a járművek kártyáit, fizetéshez tartozó felületet, valamint a rólunk oldalt és a találati lista oldalt. Frontenden pedig a beérkező, valamint kimenő adatok kezelését és validálását végeztem, valamint esetleges változások lekezelését. A felhasználó közvetlenül a kezdő oldalról indul, a dashboardról a bejelentkezés után. A profilom gombra kattintva megnézheti, vagy akár módosíthatja a saját profilját. A foglalásaimra kattintva láthatja az eddigi foglalásait. A rólunk oldalon megnézheti az oldalunkról és a csapatunkról leírást. A járműveink gombra kattintva láthatja az összes elérhető járművet, amely az adatbázisban lévő státusz alapján elérhető, vagyis nincsen szervizben. A feltételek oldalon a felhasználói, bérleti, dokumentumkezelés, stb. Feltételeket lehet elolvasni. A kijelentkezés gombra kattintva kijelentkezünk az oldalról. A kezdőlapra rákattintva pedig visszakerülünk a dashboardra, ahol tudunk keresni. Tételezzük fel, hogy szeretnék keresni egy Teslát, a modell Cybertruckja legyen, az itt megjelölt dátumra tól iggel. Ha rákattintok a keresésre, egy rövid töltőképernyő után meg is jelenik előttünk az a keresett jármű, Tesla Cybertruck Pickup. Ha rányomok a foglalásra, felugrik a foglalásablak, ahol kiválaszthatom az elviteli időt, legyen reggel 10 óra, és a visszahozott idő pedig legyen reggel 10 óra szintén. Fönt láthatjuk a napi összeget, a végösszeget és a kedvezmény mértékét. Amennyiben módosítok egy dátumot, abban az esetben módosul a végösszeg, és adott esetben módosul a kedvezmény maga is. Ebben az esetben reszetelődnek az órák, ezért újra ki kell őket választani. Felhasználói feltételeket lenyithatjuk, adatainkat módosíthatjuk, ez a profilom oldalra irányítja át a felhasználót, itt láthatják a bejelentkezett user adatait ellenőrzésre.
a telephelyet, hogy hova kell menni a járműért, a lefoglalás gombra kattintva pedig megtörténik maga a foglalás. Ezt a foglalást lemondhatjuk, vagy megnézhetjük a hozzátartozó részleteket is. Az admin felületen a foglalás ID alapján találhatjuk meg, hogy mely foglaláshoz szeretnénk befizetést hozzáadni. A fizetés gombra kattintva lenyílik a befizetés részleg, ahol is láthatjuk a foglalás végösszegét, jelen esetben 30.400 forint, a befizetett összeget, ami jelen esetben 0, és a hátralékot, ami 30.400 forint. Első befizetésnél létrehozzuk a fizetés alapját foglalás létrehozva értékkel. Csináljuk egy befizetést, fizessük be a teljes járműt. A hátralék jelleg 30.400 forint, ennyit be is fizetünk, befizetés alapja pedig legyen hátralék. A véglegesítés gombra kattintva meg is történik maga a befizetés, mint azt itt láthatjuk is. Foglalás végösszege 30.400, befizetett összeg 30.400, hátralék 0 forint, fizetés alapja hátralék volt. Legutóbb. Ellenben, hogyha mínuszos számot írunk be, legyen mondjuk mínusz 10.000, a fizetés alapja pedig károkozás, például egy autóbaleset. A véglegesítés gombra kattintva nem a befizetett összeg fog növekedni, hanem a foglalás végösszege. 40.400 forint a foglalás végösszege, a befizetett 30.400, a hátraléka pedig 10.000 forint, a fizetés alapja károkozás volt legutóbb. Az oldal minden platformon autonómus élményt nyújt az átlag felhasználók számára, az asztali, tabletes és telefonos nézetben is olvasható és átlátható marad a tartalom az oldalon. Az elvárt és kapott eredményeket figyelembe véve döntöttem el, hogy megbukott-e egy-egy teszten a program vagy sem. Kerestem az esetleges végzetes hibákat, melyek egy rossz adatbázisba írással korruptálhatják a rendszer validitását. Terheléses tesztet is végeztem, több különböző eszközön vizsgáltam a program működését, töltési időket, Ajax hívások sebességét. Oldalunk ugyan működik, viszont nem létezik olyan program, mely teljesen készen lenne. Mindig lesz mit javítani, fejleszteni, csak hogy párat említsek. Az értékelési rendszert az eredeti terveknek megfelelően meg lehetne valósítani. További statisztikákat irathatnánk ki az admin felületen, e-mailes számlákat állíthatnánk elő, valamint nyelv és valuta váltó rendszert is implementálhatnánk az oldalba. Összegzésként annyit mondanék, hogy oldalunk egy MVC OOP programozási szemlettel felépített RESTful web alkalmazás, mely járművek foglalására nyújt egyszerű, ám személyre szabható megoldást természetes személyek számára, valamint az ezen személyek és szóban forgó járművek menedzselésére. Köszönöm szépen a figyelmet, további